Hi, this is my new experimental video. It is my first IC Station special mailbag video with bilingual. Hello! Ez egy újabb kísérleti videóm, ahol az IC Station-től érkezett néhány termék postabontását mutatom be. Let's see what is in the bag. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items. Let's see them, each by each. So, this is the first small kit. It is a Melody Bell with a 555. It's easy to build. Let's see the web page. You can see the connection diagram. Ez egy kis dallamcsengő, egy 555-tel, egyszerű megcsinálni. Nézzük a weblapját, és rajta van a kapcsolási rajz. The next item, this is the smallest board, következő a legkisebb nyákos dolog. This is a, it has a paper connection diagram and PCB layout, ennek papíron is megvan a kapcsolási rajz és a nyákbeültetése. Ez a 3 LED blinker, ez egy 3 LED-es villogó. This circuit is very similar to a stable multivibrator, but with 3 stages instead of 2. Ez nagyon hasonlít egy astabil multivibrátorra, csak nem két fokozata van, hanem 3. Let's see the web page. Nézzük a weblapot. The connection diagram is also there. And you can use it. Let's see the next item. Nézzük a következőt. Can't open it. This is a small transistorized amplifier with different feedback and coupling mode to make experiment with amplifiers. Ez egy tranzisztoros erősítő, különböző visszacsatolási és csatolási módokkal erősítős kísérleteket lehet vele végezni. I'm think its main purpose is the education. Azt gondolom, hogy az oktatás célra van leginkább. Let's see the next small item. It is also very small. Nézzük a következőt, amik szintén nagyon kicsi. This is a photo sensor or switch. Ez egy fénykapcsoló. It has a small relay, van benne egy kis elfogó, and we can switch on or off something which is necessary in the dark or in the light. És ezzel kibekapcsolhatunk valamit, aminek sötétben vagy világosban kell működnie. Let's see the web page. The connection diagram is also there. Let's see the next item. It is similar to the previous one because it has also a very small board with a very small relay. Ez nagyon hasonlít az előzőhöz, mert ez egy kis nyákot és egy kis jelfogót tartalmaz. But this is a time switch. Periodically you can switch on and off. Ez egy időkapcsoló, időszakonként ki és bekapcsol. It is based on the 555, ez szintén egy 555-ön alapul. The connection diagram is also available on the webpage. Let's see it now. The next item is a little different. It has a little bigger PCB and a special IC. You have to solder this IC onto the soldering side, and there is also a SMD diode.
Itt az IC-t a forrasztás oldalra kell tenni, mert ez egy felület szerelt, akár csak azt az egyszem diódát, ami valahol van ebben a szacskóban. This is a small switching power supply unit. Ez egy kis kapcsolóüzemi tápegység. It is receive small voltage AC from a transformator, for example, and produce a variable with this potentiometer. No potential. Oh, where is the potentiometer? With this potentiometer, you can set the output voltage. Ez egy kis feszültség, a transformátor váltakozó feszültségéről működik, és ezzel a potentiométerrel tudjuk állítani a kimeneti DC feszültséget. The connection diagram is also available on the webpage. Let's see it now. Kapcsolási rajza szintén elérhető a weblapon. Most ezt látjuk. As you know, I'm a teacher in a technical school, and we teach the switching power supply, so it will be a good experiment for one student. Mint biztos tudják, én egy tanár vagyok egy műszakiskolában, ahol tanítjuk a kapcsolóüzemi tápegységeket is, tehát ez egy diáknak egy jó kis kísérlet lesz ennek a működését tanulmányozni. Let's see the next item. This is much bigger than the previous. Nézzük a következőt, ami sokkal nagyobb, mint az előzőek. And the PCB is much nicer. It's a double-sided and very nicely produced PCB. A nyákja is sokkal szebb, kétoldalas, és nagyon szépen van kivitelezve. And it has my favorite color, red, és a kedvenc piros színű nyákon van benne. It contains a lot of TTL, tip IC, and a small display. Sok TTL tip IC van benne, meg egy meg két darab 7-szegmenses kijelző. This is a timer for 1 minute, as I remember. Ez egy maximum 1 perces időzítő, másodpercenként fog számolni. It is based on a small clock quartz crystal, this well-known frequency. Ez a jól ismert óra kvarcról működik, tehát nagyon pontos a egyéb megoldásokhoz képest. Of course, I'll make a video about this later. Természetesen erről és az összes többiről fogok csinálni videót a későbbiekben. And the last item is a little different, because it is not a kit, it is a ready equipment. This is a logic tester. You can apply power on this side, which ground is same as the logic, and this pogo pin you can put onto the circuit. Ez különbözik az előzőektől, mert hogy ez egy nem kit, hanem ez egy kész áramkör, ez egy logikai ceruza, vagy logikai szintjelző, tápot kell ráadni, aminek a földje természetesen azonos a mérendő áramkörrel, és a megfelelő pontokra, hogyha rámérünk vele, ezzel a rugós heggyel, amivel az előbb megszúrtam az ujjamat, akkor kijelzi a szinteket 3 leden, ugye, hogy alacsony, magas vagy nem jó. Ezt is be fogom mutatni a későbbiekben egy videóban. Now I hope this video was interesting for you. Remélem, hogy ez a videó érdekes volt. You can find each device and item link in the description. Minden dolognak meg lesz a linkje a videó megjegyzésében. And don't forget the discount code. If you apply it, you will get 15% discount. És ott látható egy kód, amit ha beírunk a vásárláskor az EC Station fizetésénél a kupon rovatba, akkor kapunk 15% kedvezményt abból, amit vásárolunk. Ez egy ajándék volt a cég részéről, amiért videókat készítek nekik, és minden nézőnek, amiért ezeket a videókat megnézi. So now I finish this video.
I hope it was useful for you. Don't forget to subscribe if you haven't done it yet, or press the like button. And have a nice day, goodbye. Remélem hasznos volt ez a videó, és ha így volt, akkor minél többen feliratkoznak a csatornámra, esetleg lájkolják ezt a videót. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok. Viszontlátásra!